Jó. Milyen érzés volt meghúzni a ravaszt? Hát úgy gondolom, sosem könnyű. Ez a 20 pár év alatt, amióta ezt a szakmát üzem, sosem gondolt ember ezt erre. Igazából akkor egy pillanat döntése volt. A vagyonőrökről általában azt gondolják, hogy nem megfelelő szakemberek. Lenézik őket, és úgy gondolják, hogy nem látják el megfelelően munkájukat. Következő riportunk hőse bebizonyította, hogy ez nem így van, hiszen merte szakszerűen használni szolgálati fegyverét. Közel egy éves büntető eljárás után megkapta kitüntetését a rendőrségtől és a vagyonvédelmi kamarától. Szeretnénk, hogyha ez jó példa lenne mindenkinek. Ezután pedig megkérdeztük annak a vagyonvédelmi cégnek a vezetőjét, akinél a hősünk dolgozik. Milyen érzés volt meghúzni a ravaszt? Hát úgy gondolom, sosem könnyű. Ez a 20 pár év alatt, amióta ezt a szakmát üzem, sosem gondolt ember ezt erre. Igazából akkor egy pillanat döntése volt, hogy meg kellett tenni, mert úgy hozta, azt hozta a sors, hogy a helyzet úgy kívánta meg, hogy nem lehetett kivédeni máshogy már. Lassan eltelt több mint fél év az eset óta. Álmodik-e azzal, hogy mi történt akkor? Hát tulajdonképpen nem, persze gondolatok vannak mindig, mert nem egy könnyű helyzet, én úgy gondolom, de megpróbáltam megoldani a lehető legjobban a feladatot, úgy érzem, és emberi életet nem követel, talán azt hiszem ez volt a legfontosabb. Mi történt akkor pontosan tavaly júliusban? Tulajdonképpen egy riasztás érkezett a céghez, és mint vonuló járőr mentem ki a pékséghez. Persze természetesen többször elrontották már a nyitászárás az irodánál, és láttam alakot mozogni a kiszolgáló rész, ugye egy ilyen hajnali kiszállításnak a rampáján dolgoztak. És akkor bemásztam a kerítés, mert a kapu nem volt nyitva. Odaértem az épületre, egy oldalsó ajtó nyílott ki az ajtó, a pékek ugye kivel járnak, és egy háttal álló embert láttam, aki a kulcsa babrál az ajtónál, be akarta zárni. És akkor közel léptem, akkor a telefonnak a lámpájára világítottam, és akkor láttam igazából, hogy megpörült, és egy kesztyű van a kezén, egy célna kesztyű, és ugye akkor nyilvánvaló vált, hogy ő nem egy pék lehet már valószínű. És amikor megpörült, akkor egybe támadóan lépett fel, csukja volt a fején, és hát akkor pillanatban egy baltát láttam, vagy valami hasonló eszközt a kezébe, amivel egy fél méter, egy méteres távolságra hadonászva jött felé, majd megöllek, megdög lesz. Pillanat. És igazából próbáltam kivédeni az ütéseket. Majd mondtam, hogy nyugodjon meg, próbáltam nyugtatni, tegye le a baltát, azt kihabálta, hogy dobd el, akkor letettem a telefont, és amikor föléjem át tulajdonképpen a baltába, hogy felbevág, akkor fordult meg tulajdonképpen, hogy fegyvert használok. Még most is nagyon zaklatott, hát őszintén megmondom, most ránézek őre, olyan majdnem, mintha sírni akarna, vagy belülről legalábbis nagyon furcsa érzések kavarognak önben. Miért? Hát, pillanat, jó. Igen, hát ez természetes maga az érzés, mert ott volt egyedül, ugye cselekedni kellett. Nyilván század másodpercek állnak rendelkezésére, hogy valamit tegyen. Ilyenkor mi játszódik le az ember fejében? Érdekes volt, mert tulajdonképpen egy pár perc leforgás alatt ment végig az egész, de még arra is volt időm igazából, hogy hova lőjön a figyelmeztető lövést, hogy ugye felett a kollégumok vannak oldalt, ugye nehogy valaki másik megszérni, hogy kilőjek valakit az ablakból. És amikor szóltam neki, hogy fegyvert fogok használni, azt mondta, hogy leszarom a gázpisztolyodat, és ugye előtte közben hátráltam előle, majd csapkodott egy húzom, majd jött felém, és tulajdonképpen 15-20 métert mentem így hátrába, és így lőttem három figyelmeztető lövést. Azóta eltelt 7 hónap, 8 hónap, ugye, hogyha jól számolom. Igazából néhány héttel ezelőtt kapott egy kitüntetést, elismerést ezért. Nagyon sok idő eltelt. Miért kellett ennyi időnek eltelni? Hát én úgy gondoltam, a rendőrség is megvan, gondolom, a maga formátum, hogy mikor tudták összehozni, illetve a vizsgálatok gondolom, hogy ennyi ideig tartottak, és mikor már biztosra mehettek, akkor gondolom a kapitány úr tüntetett ki.
Most ez alatt az idő alatt, hát dolgozni kellett nyilván. Milyen idegállapotban tudod dolgozni? Mennyire zavarta az, hogy tulajdonképpen egy lezáratlan ügy közepén van? Tulajdonképpen másnap is dolgoztam már simán ezzel. Nem, tehát nem érdekes, hogy nem okozott gondot különösebben. Én azt hiszem, hogy egy meglepő dolgon végig tudtam gondolni mindent, és amikor az első irányított lövést adtam le a lábra, akkor ugye még mindig támadott nyilván tovább, és a második irányított lövéstől tudott, tulajdonképpen akkor esett el, és akkor húzta le a fejéről a maszkot, és akkor dobta el a bal, tehát hogy erre már nincs szükség, és igazából akkor kérdeztem, hogy mire volt szüksége, miért is kellett, ez tulajdonképpen hát ennek egy pékségbe éjszaka, hát minimális pénzforgalom van, vagy bármi, nem is tudom, mit akart igazából, de nem, akkor jöttem ideges tulajdonképpen, amikor ő már megnyugodott, mert akkor azt mondta, hogy már ennyi volt, és nem tud többet már tenni. De nem tudom, tehát nem éreztem különösebben gondot rá, egy pár hónapra azért voltak ilyen gondolatok, amik az embert ugye elviszik, de... Ilyenkor az embernek óhatatlanul eszébe jut az, hogy ott van egy sebesült ember, akinek én okoztam a sérülését. Az első dolga mi? Nyilván az első segélynyújtás, segítséget kell kérni valahonnan, tehát hogyan lépett tovább? Tehát rögtön hívtam az ügyeletet, a rendőrséget és a mentőket is értesítettem, hogy... hát lövésdő fegyvert használtam, és hát sebesült van. És akkor láttam, hogy tulajdonképpen a péket, aki túlszó lehetett, aki akkor tudott kiszabadulni az épületből. Úgyhogy hát megvártam, hogy kiérkeztek, és hát ugye nyilván utána helyszíneltek, még minden rendben van. Nagyon sok tanulsággal szolgál egy ilyen eset. Ön nem tartozik a legfiatalabb vagyonőrök közé a gyakorlat szempontjából, bár tudom, hogy fizikai munkát is végzett, elárulta, hogy elég sokat dolgozott fizikai munkát. Nagyon nehéz ez a munka, nagyon nehéz ez a feladat. Mit lehet tanácsolni? Ezt mindig meg szokták kérdezni a gyakorlottabb emberektől, hogy mit tanácsolna azoknak a fiatalabbak, kevésbé gyakorlata rendelkezőknek, mit kell tenni egy ilyen szituációban, hogy jár el helyesen az illető? Hát azt hiszem, megpróbálni nyugodtnak lenni, igaznak lenni, és hát tulajdonképpen hát próbálja mindenki toppol lenni a lehető legjobban, tehát kipihenten gondolom szolgálatban menni, és hát az sem volt csak, tehát igazából bízni kell magában, úgy gondolom. Hogyan lehet egy ilyen szituációra felkészülni? Hát ez nem tudom, talán gyakorlat viszi előbb-utóbbra az embert, de nagyon felkészülni nem nagyon lehet, mert itt is voltunk többször riasztása, mégsem valahogy teljesen mindegy máshogy jött le. Nem. Amikor megkapta ezeket a szép okleveleket, az elismerést, mit érzett? Hát érdekes volt, de persze jó leső érzés. Önöknél fordult elő az a sajnálatos eset ugye tavaly júliusban, amikor fegyvert kellett használni. Mit jelentett az önök cégének ez? Mert ugye első pillanatban lehet, hogy az emberekben valami fajta visszatetszést váltott ki, vagy voltak olyanok, akiknek úgy mondom, hogy tetszett, és nagyon csúnya ez a szó, hogy tetszett ez a megoldás. Mivel sajnos a cégünk életében nem ez volt az első eset, 25 éve működünk, ez alatt a 25 év alatt sok minden előfordult nálunk is. Volt olyan fegyverhasználat, ahol sajnos a vagyonőr sérült meg életveszélyesen, és miután az ő élete közvetlen veszélybe került, ez volt a legsúlyosabb és a legrosszabb eset a mi számunkra. El kell mondanom, hogy nagy szakmai vita folyik azon is például, hogy a kivonuló szolgálat, aki riasztásokra vonul egy-egy területre, az szükséges, hogy fegyveres legyen, vagy ne legyen fegyveres, milyen önvédelmi eszközökkel legyen felszerelve. Miután nem először találkoztunk olyan esettel, hogy a betörés helyszínén nem csak hogy ellenállásba ütközött a szolgálat, hanem meg is támadták, ezért én azt gondolom, hogy vízipisztollyal, fegyverek ellen nem lehet védekezni, ott szükséges az önvédelmi fegyver. Mint ahogy ez a példa is bizonyította. Nem örülünk neki. Egyetlen ilyen esetnek se örülünk, mert ez azt is bizonyítja, hogy egyre durvábbá válnak ezek a támadások. Mi korábban egy-egy tetten ért személy nem nagyon tanúsított ellenállásra, vagy maximum megpróbált elmenekülni, most egyre gyakrabban fordul elő, hogy a menekülés helyett a támadást választják, mint ebben az esetben is.
vegyes volt a visszhangja is. Volt, aki azt gondolta, hogy túlzott volt a fegyverhasználat. Szakmai szempontból én azt gondolom, mindenképp indokolt volt, hiszen a saját életét kellett megvédenie a biztonsági őrnek, hiszen rá felfegyverkezve rátámadott a betörő. Azért azt is el kell mondanom a cégünk számára, abból a tekintetből, hogy ez komoly sajtóvisszhangot kapott, pozitív volt, hiszen mi a piacról élünk, és minél többen ismernek bennünket, annál nagyobbak a lehetőségeink. Tehát ebből a szempontból volt ennek pozitív oldala is. Egyre fontosabb lesz a tevékenységük. Én most arra utalok, ugye, hogy akár a párizsi események, vagy akár a néhány nappal ezelőtti brüsszeli események arra hívják fel a figyelmet, amit ön is mondott, hogy egyre durulnak a szituációk. Egyre fontosabb lesz a vagyonőrzés, vagy a biztonság. Hogyan lehet erre felkészülni? Egyrészt önöknek, másrészt jogszabálynak, hogy lehet erre felkészülni majd. Hát a jogszabályoknak nyilván biztosítania kell azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy saját magukat és az őrzött létesítményeket, embereket, intézményeket megfelelőképpen védeni tudják a biztonsági őrök. Felkészülni pedig nagyon nehéz természetesen. Kivédeni szinte lehetetlen az ilyen cselekményeket, hiszen szabad világban élünk, bárki, aki egyébként nem korlátozott, oda megy, ahova akar, szabadon mozoghat, ha meg tudja fizetni, utazhat a világban bármerre, kapcsolatokat, információkat létesített, információkat cserélhet. Tehát megelőzni ezt nagyon nehéz. A következményeket lehet nagyon nagy mértékben enyhíteni, és ebben egy olyan biztonsági őr, aki helyismerettel rendelkezik, aki fel van készítve arra, hogy ilyen esetekben mi az első, mit kell tenni, hogyan kell menekíteni az embereket, mert nyilván minden ilyen esetben, amellett, hogy lehetőleg ki kell iktatni a támadót, a legfontosabb menekíteni az embereket, és az ember életet védeni, ott mindent megtenni, hogy a legkisebb kár keletkezzen. Ugye ön a kamara elnöke, a kamarán belül mit tudnak tenni? Tehát itt gondolok itt továbbképzésre, gondolok itt a jó példák elmondására, továbbvitelére, tehát meddig tudnak elmenni? A Veszprém megyei szervezet elnöke vagyok. Amikor megtörténtek például a párizsi események, mi azonnal felvettük a megyei rendőrfőkapitánysággal a kapcsolatot, hogy egyeztessük vele, milyen felkészítést tudunk szervezni a vagyonőrök számára, a cégek számára, milyen szakmai tanácskozásokat tudunk szervezni, amiben a szükséges szakmai ismereteket továbbítani tudjuk, és segíteni tudjuk a cégeket abban, hogy ezekre felkészüljenek, a rendőrséget abban, hogy segítségül tudják hívni ezeket a cégeket. Mennyire tud nyugodtan aludni egy ilyen cégnek a vezetője? A telefonom soha nincs kikapcsolva. Ez egy állandó készenlétet jelent, mert, mint a példa is mutatja, sajnos bármikor történhetnek események, és ilyenkor én, ha súlyos cselekményekről van szó, szeretem tudni, hogy mi történt. De hát természetesen igyekszem nyugodtan aludni mindezek mellett, készenlétben, de nyugodtan, mert hogy a cégünk szlogenje is az, hogy nyugalom, itt vagyunk.